több problémát is látok. Először is én a felfogáson változtatnék, mert most az utolsó 3-4 meccsen, mindegyik meccsen meg tudtuk szerezni a vezetést, és annyira meg akarjuk nyerni a meccset, hogy képesek vagyunk sem is feladni azt a játékunkat, amit a gól előtt játszottunk. Szóval a gólunk után is folytatni kell azt a játékunkat, amit a gól előtt, ahogy a gól előtt játszottunk. És hát a pontrugásokról nehéz mit mondani, mert múlt héten is egész héten tényleg gyakoroltuk a rögzített szituációkat, és mégis gólt kaptunk. A koncentráció mindenféleképpen javítani kell, és talán egy kicsit átment már görcsösségbe, szóval mindenki egy kicsit jobban stresszel, amikor kapunk közeléből szabadrugáson az ellenfélnek. Ezt mindenféleképpen ki kell küszöbölnünk. Ugye tudjuk, hogy a Vasas vezeti a bajnokságot, egy fiatal, de egy nagyon masszív csapat a Vasas. Nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük biztos, de én mindenféleképpen győzelmet várok a csapattól. A stadionról legutóbb még a Győr színeiben játszottam ott, akkor az eső elmosta az első mérkőzésünket, utána az újrajátszáson ugyanolyan időjárás volt, de mégis le kellett játszanunk, szóval a pályatalajáról nincsenek jó emlékeim, de nagyon remélem, hogy ez változott, és jó pályán fogunk játszani. Nagyon nehéz, mert ugye a félszezonban nem játszottunk hazai pályán, most ugye még messzebb lesz úgymond a hazai pályánk. Én remélem, hogy sok szurkolónk lejön, aki lejön, az biztos, hogy úgy fog minket megint buzdítani, ahogy szoktak, ez tényleg ez nagyon pluszt ad nekünk, és most már szeretnénk mi is visszaadni nekik valamit, győzelmet szeretnénk megörvendeztetni őket.